Szekszárdi Garay János Általános Iskola a Székhelyi Intézményéhez két tagintézmény tartozik, a Siógárdi Általános Iskola, amely alsó tagozattal működik, illetve a belváros szívében a Liszt Ferenc Zeneiskola. Most jelenleg a Székhelyi Intézményben vagyunk, ahol folyamatosan megújuló környezetben és sokszínű képzési kínálattal várjuk a hozzánk jelentkezőket. Akik a német nemzetiségi nyelvoktatást választják, azok a gyerekek heti 5 órában tanulnak német nyelvet, a 6. órájuk pedig népismeret, ahol a hagyományokkal, a német kultúrával ismerkednek meg. Ebben az esetben szívesen használják a tankonyhánkat, ahol például tradicionális ételeket készítenek hagyományos receptúrákkal. A másik képzési forma az angol nyelv, ehhez a digitális kultúra társul. Ebben a gyerekek felmenő rendszerben 2-3, majd felső tagozaton heti 4 órában tanulják a nyelvet. Informatikával pedig már 3. osztálytól ismerkednek. Tantermeikben digitális eszközök is segítik a tanulást, interaktív táblák, tanulói tabletek állnak rendelkezésre. A sport mindig is kiemelkedő szerepet töltött be az iskola életében. Gazdag eszközparkkal rendelkező tornatermünk van. Itt nem csak a délelőtti órák zajlanak, ugye heti 5 órában zajlik itt a testnevelés óra, hanem szívesen használják a megújult külső tereinket is a gyerekek. Ez a belső udvar, ahol rekordtán kosárlabda pálya áll a rendelkezésre, illetve a nagy udvarunkon a műfüves pálya. Fontos számunkra a zöld környezet, hiszen ökoiskolaként már nagyon fontosnak tartjuk a környezettudatos nevelést, egész kisgyerekkortól kezdve. A személyiségfejlesztéshez és a tehetséggondozáshoz remekül kapcsolható a művészeti képzésünk. A képzőművészeti tanszak tantermei a különálló ebédlőépületünkben két szinten találhatók, a dráma és a tánc tagozatnak az órái pedig a főépületben, a megújult művészeti termünkben zajlanak. Ezek a képzési formák hat alapozó képzésből állnak, de szívesen választják tanulóink a továbbképző évfolyamokat is. A hagyományos és a folyamatosan megújuló tanítási módszereinket nem csak az iskola falain belül tanítási órákon alkalmazzuk, hanem szívesen megmutatjuk tapasztalatainkat, átadjuk tapasztalatainkat gyakornokoknak, hallgatóknak, hiszen a Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye is vagyunk, illetve az Oktatási Hivatal bázisintézményeként pedagógus kollégáknak is szívesen tartunk szakmai napokat, illetve továbbképzéseket a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központtal karöltve. A Siógárdi iskolára a legtalálóbb jelzőt a szülők fogalmazták meg már évekkel ezelőtt, miszerint olyanok vagyunk, mint egy állami fenntartású magániskola. Hogy miért találó ez a kifejezés? Mert az iskola könnyen megközelíthető, biztonságos, zöldövezetben helyezkedik el. Az udvarra az elmúlt években rekordtámpája, energiapark és játszótér épült a Siógárdi önkormányzatnak köszönhetően, de további fejlesztések is várhatók. Felszereltségünk városi színvonalú. A tanulók a fő tantárgyakat kis létszámban, csoportbontásban tanulják, így mindenkire megkülönböztetett figyelem jut. Német nemzetiségi nyelv mellett angol szakkör is működik az iskolában. A tanórákon játékos, változatos módszereket, eszközöket alkalmazunk. Művészeti képzésre is lehetőség van. A testnevelés órákat néptánc, úszás és TSMT tréning színesíti. Jó hírünk, a falu határon is túllépett már, hiszen a környező településekről is járnak hozzánk tanulók. A gyerekek a visszajelzések alapján a felső tagozaton is jól megállják a helyüket. Az idén is mindenkit szeretettel várunk, akinek felkeltették az érdeklődését. Az intézményünk egy közel 70 éves múlttal rendelkező intézmény, és a Garay Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola színei alatt futunk, mint Liszt Ferenc Zeneiskola, de a hagyományokat és az önállóságot megtartva tovább folytatjuk, amit az elődeink, hát tényleg most már lassan több húsz évvel ezelőtt elkezdtek. Szekszárd városművészeti életének is központja vagyunk, amellett, hogy itt ugye zenei oktatás, nevelés folyik az intézményben. 4 tanszaki munkaközösséggel dolgozunk, oktatunk vonós hangszereket, ütőseket, pengetős hangszer, zongora, fafúvós, részfúvós hangszereket, és mellette ugye ez kiegészül a szolfézs elméleti oktatással. Az intézményben több kamaracsoport működik minden egyes hangszer összeállításban,
és az intézménynek van több zenekara, van egy gitárzenekara, vonószenekara, és hát amire nagyon büszkék vagyunk, hogy Szekszárdváros kiemelt művészeti együttesek közt van két együttesünk, az egyik a Junior Stars Big Band, a másik pedig ugye a Szekszárd ifjúsági fúvószenekar, és a tehetséggondozás mellett, mert ugye ez is egy fő profilunk, hogy az utánpótlást kineveljük, szinte országos szinten, ez a másik nagy vonzó erő a gyerekek számára, illetve ez is fő feladatunk, hogy egy zeneértő közönséget, egy együttmuzsikáló közönséget kineveljünk. Az elmúlt években a Szekszárdi Tankerületi Központnak köszönhetően számos pályázat által folyamatosan megújult iskolánk. Élmény alapú játékos oktatással, kiváló felszereltséggel, zöld környezetben és megújult terekkel várjuk a hozzánk jelentkezőket.